Kedves barátaim, nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyarországon megtörtént a 6. szabad választás. Sokkal nagyobb dolog történt a mai napon Magyarországon. Ma forradalom történt a szavazófülkékben. Ugye önök is tudják, hogy az európai nyelvben a forradalom kifejezés az rendkívül dubiózus kifejezés. Csinyán kell vele válni, ezért nem is hirdettünk forradalmat. Sőt, miután kétharmados választási győzelmet arattunk, a kétharmados győzelmet sem interpretáltuk forradalomként. Habár egyébként történetileg ez indokolt lett volna. Hanem helyette azt mondtuk, hogy felhatalmazást kaptunk Magyarország teljes megújítására. Tehát a politikai terminus, amivel leírtuk azokat a változásokat, amelyek messze túlmentek a szokásos kormányváltáskor ismert mélységeken, elérték a forradalmi erejű átalakításokat, azokat mi nem a forradalom szóval írtuk le, hanem a megújítás szóval. A volt-e forradalom kérdése? És mi volt az, ami volt, ha nem forradalom? Akik az ellenérveiket bemutatták, abból indultak ki, hogy egy demokráciában nem lehetséges olyan forradalom, amely nem a demokrácia megdöntésére irányul. Engedjék meg, hogy ezt az érvelést én az osztályharcra alapuló hatalomközpontú történelem oktatásnak tudjam be. Én egy másik iskolát képviselek.